Az energia és az üzemanyagárak emelkedésével minden drágul Európában, és ezt nem csak az utca embere, hanem akár nagymúltú vállalkozások is megérzik mostanra. Bécs belvárosában például van egy pékség, az Arthur Grimm pékség, az osztrák főváros legrégibb ilyen üzlete. Majdnem 500 éve nyitottak, és ma már van három másik boltjuk is Bécsben. A Maderna család viszi a múlt század 60-as évei óta. 2003-ban Andreas Maderna vette át az irányítást. Per pillanat az a helyzet, hogy ha ma kalkulálok egy árat, az a jövő héten már nem érvényes, mondja. Hetente legalább 10 olyan levelet kap a beszállítóitól, amelyben arról értesítik, hogy kénytelenek árat emelni. Csak hogy egy példát említsek, folytatja, tavaly novemberben a vaj 4 euró alatt volt, 3,95 vagy valami ilyesmi. Most 8 euró 40 centnél tartunk. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy nem csak a lakosság, hanem a kisebb vállalkozások is segítségre szorulnak az ukrajnai háború miatt kialakult válságban. Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet egyik vezető elemzője azt mondja, hogy drágább lett a liszt, de mindenek előtt az energia lett nagyon, de nagyon drága. Ezt a drágulást a kis vállalkozások nem tudják lenyelni. És ha ez még nem volna elég, jó szakembert is nehéz találni. A Grimm-pékség is hiába hirdet meg állásokat, nincs, akit felvehetnének. A közgazdás szerint ez nagyban is érzékelhető. Különösen azokban a szektorokban nincs elég jól képzett szakember, ahol nem kiemelkedőek a fizetések. Azok a cégek, amelyek ezekben a szektorokban működnek, nagyon nehezen találnak megfelelő alkalmazottakat. A Grimm-pékségben súlyos gond a nyugdíjba vonulók pótlása is. Ez egyébként egész Ausztriában megoldandó probléma, a szakemberek szerint 4-5 éven belül drámai kérdéssé válik. Andreas Maderna egy ideje 18 alkalmazottal viszi üzleteit az ideális 28 helyett. Úgyhogy kénytelen volt rövidíteni a nyitvatartáson, de az egyik boltját még így is be kellett zárnia egy időre.